Stábunknak nem mindennapi forgatásban volt ma része, hiszen nem sűrűn tudósítunk a Bodrog közepéről. Ma ez történt, két új attrakciónak köszönhetően. Méterről méterre bővült előbb egy egészen hosszú híd, melyet próbaként néhány percre a folyón átívelve próbáltak ki a szakemberek. A munkálatok gyorsan haladtak, hiszen csak pár órát vett igénybe, amíg az alkalmi híd átfogta a két partoldalt. Azonban ez nem marad így sokáig, hiszen a vízi elemeknek más szerepet szánt a város. A két különálló beruházásnak köszönhetően ugyanis két külön fejlesztés valósul meg. Gyakorlatilag 350 kg per négyzetméter teherbírással rendelkezik. Különlegessége és a stabilitása az, hogy minden elemnek az alja be van horpasztva, tehát négyzetméterenként 4 vákumponttal ragaszkodik a vízre. Nagyon sokrétű felhasználása, színpadtól, sportétesítményekig, harckocsival átmennek rajt, szükséghidak, katasztrófavédelem, környezetvédelem, vízkivételi mű, hidépítés, tehát még felsorolni is sok, és többek között itt színpad lesz és egy kikötő, egy kis hajó kikötő. Egy 34 méter hosszú, 2 méter széles sáv lesz a kishajó kikötő, mellette lesz egy 6 négyzetméteres sója melletti szükséghíd, illetve egy 80 négyzetméteres úszóvízi színpad. Ennek köszönhetően Sárospatak idegenforgalmi szempontból megerősíti és kibővíti a Bodrogatta lehetőségeit. Két olyan lehetőség érkezik most a városunkban, amelyet már régóta vártunk a turizmus fejlesztésén belül. Az egyik egy kis hajókikötő, amely ebből az elemekből valósul meg, amelyeket most itt látunk. A másik pedig egy úszóvízi színpad. Azt hiszem, hogy eléggé kuriózum számba fog majd ez menni a környéken. Nem sok helyen van itt a Zemplénben, illetve a mi vidékünkön ehhez hasonló lehetőség, úgyhogy remélhetőleg fogunk tudni majd élni ennek a két lehetőségnek a kihasználásával. Az elemek sorra kerültek egymás mellé, így alkottak először próbaként egy hidat. A telepítést vezető szakember azt is elmondta, hogy ezek az elemek télen sem igényelnek különösebb tárolást. A szárazföldön egymásra téve mínusz 60 fokig minden különösebb gond nélkül képesek állni az időjárás viszontagságait. Mindenféleképpen vízisportokról kell beszélni, hiszen a kishajókikötő gyakorlatilag ennek az alapját teszi lehetővé, és ez az elem, amit most itt vízre bocsátanak, ez a kishajókikötőnek lesz a úgymond kikötő stégje, amelyhez a hajókat, csónakokat lehet majd tenni. Én bízok benne, hogy ugye más már harmadik év, vagy elindult már a Sárospatakon a kajakkenu szakosztály, illetve egy kicsit felfesdült a Bodrogon a vízélet, akár a sárkányhajó fesztiválokra, versenyekre gondolunk. Én azt hiszem, hogy ennek egy méltó folytatása lesz ez a kishajókikötő, és aztán a vízélet ennek hatására még eredményesebb lesz is. És népesebb tömegeket fog vonzani a Bodrog partra. Az újdonságokat hamarosan a nagy közönség, illetve a sportolók is igénybe vehetik.